Moszkva továbbra is tagadja, hogy közel lenne Alekszandr Litvinenko meggyilkolásához. Az Emberi Jogok Európai Bírósága kedden mondta ki, hogy a rendszer kritikussá vált korábbi Kim haláláért Oroszország tehető felelősség, korábban a brit vizsgálat is erre a következtetése jutott. Litvinenko 2000-ben dezertált Londonba. 3 évvel rá a brit titkosszolgálat beszervezte, állampolgárságot kapott az Egyesült Királyságban. 2006. novemberében a szervezetébe juttatott hatalmas adag polónium 210-es sugárzó izotoppal ölték meg. A mérgező anyagot Andrei Logovoj KGB tiszt és egy másik orosz, Dmitri Kovtun csempészte bele Litvinenko teájába egy nyugat-londoni hotelbárjában. Közben a brit rendőrség közölte, hogy egy harmadik orosz gyanúsított Denyis Szergejev ellen is vádat emel a Sergej Skripal korábbi ügynök 2018-as mérgezése ügyében. Az angliai Salisbury-ben novicsok katonai idegméreg hatóanyaggal elkövetett merénylet kísérlet következtében Skripal és lánya is súlyosan megbetegedett, de mindketten életben maradtak. Egy 3 gyermekes brit nő azonban, aki véletlenül került érintkezésbe az idegméreggel, meghalt.